Jó napot kívánok! Elnézést kérek, mert én nem készültem a felszólalással, úgyhogy viszonylag spontán módon történt ez, de igyekszem azért koherens lenni. A alulnézetből fogok én most hozzászólni, lévén, hogy ennek a bizonyos tartalomszolgáltató alapnak vagyok a munkatársa. Jó néhány éve a Kossuth Rádió tudományos szerkesztőségében dolgozom, tehát a közszolgálatban. És miután a tudományos szerkesztőségben társadalomtudományi műsorokat szoktam készíteni, nagyon sokszor hallottam a különböző tudósoktól azt, hogy a magyar társadalom egyik fő problémája, a modernizációs deficitje abból adódik, hogy hát nálunk ez a újrakezdés, a megszakítottság, ez az örökös újrakezdés okozza a problémáink egyik gyökerét. És magam ezt most valahogy úgy érzem, hogy nagyon érdekes probléma ez, tudományos probléma ez, hogy miközben politikailag egy tabula rázát kívántunk csinálni mondjuk 20 évvel ezelőtt, aközben itt van előttünk a probléma, hogy akkor most megint ez történik, tehát akkor nem a tradicionalitás az elveszett, mint érték, szóval hogy van ez akkor, megint egy újrakezdés, akkor megint egy hatalmas deficit, mit kezdjünk akkor ezzel a múlttal, és ez így a nagyon szép elvont társadalomfilozófiai történeti politológiai probléma, gyakorlatilag ez a probléma leegyszerűsítve alulnézetből, ahogy én látom, ez úgy néz ki, hogy volt egyfajta szakmaiság, volt egyfajta műhelymunka, ahogy Pálfigé István is itt mondta, voltak szakmai műhelyek a médiában, voltak, ahogy Borokai Gábor említette, jeles médiaszemélyiségek, voltak nagy mesterek, akkor én így mondom, különböző iskolák, és bizony, mi történt ezekkel az emberekkel, műhelyekkel, hol van itt akkor a tradicionalitás, és hol van a megszakítottság, mi történik, amikor itt mégiscsak egy szakmáról van szó. Azt, hogy a közmédia ne legyen harci terep, vagy szabad préda, azt hiszem ezt a fogalmat is Borokai Gábor használta, vagy ahogy Pálfigé István mondta, ne legyen Patyomkin rádió, Patyomkin televízió, ez nem csak a mi problémánk, hanem a társadalom összes ágensének, a politikának, a civil szervezeteknek és a szakmának, mindenkinek a közös problémája, hogy mennyire demokratikus ez a társadalom, mennyire tudja ezt megoldani, hogy mindez ne váljék a se harci tereppé, se szabad prédává. Én most inkább ezt a bizonyos alulnézetet a kollégák a szakmai rekrutáció szempontjából szeretném megközelíteni, mert itt egy nagy kérdés, vagy számomra legalábbis számunkra egy nagy kérdés volt, hogy vannak-e még olyan kollégák, akik azt a fajta közszolgálati étoszt, hogy mit is jelent a közmédia, és azt a fajta szakmai tudást tovább viszik, ha idillikus állapotok lesznek. Na most ugye csak néhány apró argumentáció, hogy ez miért volt számunkra, vagy miért jelent problémát, amikor Závetsz Tibor elmondta, 80-as évek 75%-os presztízsű volt, első helyen állt szinte a Magyar Rádió a társadalmi presztízsben, akkor emögött semmi más nem állt, mint egy nagyon nagyfokú szakmai tudás. A probléma az, hogy utána ugye elmondta talán szintén ő, hogy most a fiatalok egy része hezitál, hogy van-e egyáltalán szükség közmédiára. Másik ilyen nagy probléma volt, vagy ilyen csapásként éltük meg, hogy a szakmánk java részét, fiatalokat elszívták a akkoriban megjelenő kereskedelmi televíziók, rádiók, kikerültek a szakmából, mint hogy kikerültek a szakmából azok a nagy iskolateremtő mesterek, akiktől lehetett tanulni a szakmát. Egyrészt koruknál fogva, másrészt a média harcok során, de ők is valamilyen módon kikerültek a napi műhely munkából. Következő ilyen ok, ami miatt ez a kérdés felvetődhetett bennünk, az, hogy megtörtént az a nagy digitális váltás, ami a fiatalokat abszolút egy multimediális világ felé vonzotta, a újfajta tudások, újfajta skillek jelentek meg, és bizony számunkra ez napi kérdésé vált, hogy jó, de mi lesz, hol lesznek azok az új kollégák, akik akarnak is a közmédiában dolgozni, és ezt a fajta elhivatottságot magukénak vallják. Amit szeretnék mondani, az, hogy az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy bármennyire is aggódtunk, vagy aggódtam, inkább akkor most ezt magamra vállalván, vannak. Tehát ahogy én
divatos fordulattal szokták mondani, jó hírem van, vannak ilyen fiatalok. Ma is vannak még ebben a bizonyos alapban, vagy rádióban, vagy televízióban. Vannak ilyen fiatalok, vannak, akik már máshogy dolgoznak, éppenséggel nem a Kossuth Rádióban, hanem mondjuk az online világban, de léteznek, megtanulták a szakmát, és nem csak a szakmát tanulták meg, hanem ezt a fajta általam, meg sokak által közszolgálati étosznak nevezett elhivatottságot is, úgyhogy ez nagyon fontos. A másik dolog viszont, tehát ők vannak. Lesz, akinek az ember átadja a stafétabotot, ha még szabad ilyen patetikus kifejezéseket használnom. A másik, hogy kik nincsenek. Akik viszont, akik nem láthatóak, nem hallhatóak, azok a roma kollégáink, munkatársaink, akik, én ezzel nem véletlenül mondom ezt a kifejezést, kisebbségi műsorok gettójába zárva dolgoznak, és az elmúlt években ugye láttuk azt, az orrunk előtt zajlottak azok a tragédiák, amelyek egyszerűen kiáltóak voltak, hogy itt valami nagyon nincs rendben, és a közmédiában sincs rendben. Néhány arcot látunk, tudom, hogy volt néhány olyan program, van is néhány olyan gyakornoki program, ami még fut, de éppen tegnap vettem részt egy olyan diploma átadáson, ahol 14 cigány újságíró végzett. Én nem mondom azt, hogy mind a 14 közülük napra készen műsorba állítható, de nagyon sok van közöttük, aki már dolgozik tehetséges, és akiknek a közmédiában lehetőséget kell adni, önértéke van annak, én szerintem, hogy képernyős arcok legyenek. És ez egyszerűen számomra fölfoghatatlan, hogy erre hogy nem figyeltünk oda, hogy nem vettük észre, hogy ez is mennyire fontos lenne. Mint ahogy ebben az egész roma ügyben nagyon sok a deficit nekünk is, meg az egész magyar társadalomnak, politikai elittől kezdve a média szakmáig bezárólag. Úgyhogy miközben teljesen egyetértek, és nagyon csatlakozom Pál Figi István tényleg a szakmáért kiáltó szavaival, aközben azt gondolom, hogy ez legalább annyira fontos, hogy erre is figyeljünk oda, mert ez is hozzátartozik a közszolgálathoz. Köszönöm szépen!